2022. februárjában járt először televíziónban a földelki Palóc Léna, akit egyik barátja bíztatott arra, hogy jelentkezzen a Magyarok Világ Szépes Szépség versenyre, ami végül egy később időpontban lett megtartva, ahol első udvarhegy címet nyert el a fiatal tehetség. Emellett arra is lehetőséget kapott, hogy ő képviselje Magyarországot a 28. Top Model of the World virágversenyen Egyiptomban. A szépségipar hamar felismerte tehetségét és 2022 Ettőben a szakmai elité varca is megkapta, most pedig újabb kihívások várnak Lénára. Mivel a Magyarok világ szépén szerepeltem, illetve a top versenyen, és utána pedig elnöki címet kaptam, most pedig, most pedig elnök leszek szintén. Ez egy fotomodell díj lesz most, és a zsűriben fogok szerepelni. Az eseményre október végén kerül sor szombathelyen, és a zsűriben a szakma nagy nevei mellett szerepelhet Léna. Azt is megosztotta, hogy ő mire fog a legjobban figyelni. Én egyébként spontán, spontán vagyok, szóval ö, ott fogom eldönteni szerintem, hogy ki az, aki, akinek van kisugárzása, és ö, ki az, akit választani fogunk. Egyáltalán nem ismerem, a lányokat még őszintén nem is láttam, viszont így ö, sok mindent előre nem tudok elmondani, majd október 26-án lesz a rendezvény. A fiatal lánytól megtudtuk, ha az idei évben az önfejlesztésre koncentrált és sokat utazott családjával. Szívesen jár fotózkodásokra, de a modellkedést felhagyta. Egy budapesti hotelben dolgozik recepciósként, ahol viszont nagy szükség van az angol nyelvtudására.